Hát nézzük meg, hogy az OTP vajon nyitva van-e. De miért nincs itt az OTP? Egy ember? Hát ő is egy ember. Hány ember vagy, Józsi? Miért az ember az hány ember? Ki akar még az OTP tanácsadóhoz? Egyedül nem megyünk. Na, szerint, úgy tűnik, hogy valamire esnénk már. Egy ügyfél be akart menni az OTP-be, a feleségével és a feleségét nem engedik be. Más. A másomat bent. Hát vajon? Vajon ezt az ügyfélel mi lesz itt? Hát a férjem után engedjenek be! Már megint OTP! Az OTP nem engedi be a feleséget a férj után! Engedjék már, mert becsapják a férjét! Mindjárt sok trampló betűzni lett a kalá férjeddel! Figyelj, már a végén eladattak a férjeddel! Nem érvényes, hogy szere szemem! Na most mi a helyzet? Hoppá, hoppá, hoppá! Férjemet engedjél ki! Egy miért? Hát gyerekek, hát még ilyen. Normálisak ezek! Jó, hát mindjárt megvárjuk itt a végét ennek a dolognak. Én azt tudom javasolni az ügyfélnek, mint hozzáértő, kérje meg a rendőrséget, és jelentse be ezt a diszkriminációt, kérje meg igazoltatást a biztonsági önnek, aki önt nem engedi be a bankfiókba. Kérje meg az itt álló fiatal embereket, hogy igazoltassák a biztonsági önt, hiszen önnek most alkotmányos jogait korlátozzák el a pillanatban. Ez kurva. Ilyet nem lehet csinálni. Jó, hogy nem vett egy pofont. Na, hol élünk? Tehát sugok, ön ellen. Igazul mellett a rendőrség. De hova van ezt írva? Ez a probléma. Én azt javaslom a hölgynek, hogy ragaszkodjon ahhoz, hogy a rendőrség igazoltassa a biztonsági őrt, ugyanis a biztonsági őr az egyenlő bánásmód elvét megsértette, és ezzel önnek kárt okozott. Akkor kérem, igazoltassa, jó? Egyenlő bánásmód elvét sértette meg. Na meglátjuk, hogy másokat beengednek el a bankba, vagy csak a hölgyet nem engedték be. Nézzük csak meg közelről, megkérem a médiát közelről. Ő nem olyan ember, mint mi? Bocs el, hogy miért nem engedi be ezt az ügyfelet. Engem nem enged be, ő sem megy be, hát. De ez emberi jogok. Miért van az, hogy egyik ügyfelet beengedik, a másik ügyfelet meg nem engedik be? Én itt nézem, és nem tudom, hogy hogy van ez. Mondom, beszeretnénk menni, gyere! Uram, ebben a pillanatban... Mi az, hogy utána? Milyen jogok? Ne nyújjon hozzám! Hát ne verekedjenek már! Halló, halló! Én azt látom, hogy itt a biztonsági őrök verekednek! Mi lesz itt? Akkor nem engednek be! Mondják, hogy nem engednek be! Hát én meg ügyet szeretnék! Azt nézni, mi az, hogy magát... A rendőrségnek meg kell védeni az embereket! Itt nyitva tartási vidében... Hát ezek kalasztok, nem értik, hogy én mit... Ugyanis ők nem a demonstráció része! Itt vannak a rendőrök, itt vannak a rendőrök! A demonstrációt elhagyták! Akkor nem engednek be, hogy ügyet intézni magyarul. Ki akarnak rakni? De milyen jogon érted? Mi van, figyelmet, hogy aki demonstrál, az egy kicsit lépje el. Hát nép az ügyfelek, hogy intézik az ügyeiket. Hát figyelj. Gyere, Lacikám, gyere. Na, akkor menjetek be, tehát tenni meg bele, hogy megint is ügyet intézni. Mi lesz így? Mi lesz így? Mi lesz így? Majd utána. Jó. Lehet, hogy az a baj egy cigány? Tehát nem tudom, ez a fekete polverest azért nem engedik, mert nem cigánynak nézik, ugye? Pedig rajta, hogy magyar vagy. Hoppá, hoppá! Ebből egyenlő bánás volt, hatósági eljárás lesz hamarosan. Nem akarnak beengedni, hát röhely, nem? Na, hárman vagyunk és csak kettőt akarnak beengedni. De miért? Hát ez röhely, nem? Miért? Hogy van ez? Az igazgató így döntésítő. Igen. De most az igazgatótól nem lehetne megkérdezni? Hát kérdezzék meg meg. Fiók vezetők, kérdezzék meg. Hogy látszik meg itt az OTP? Hogy most lehet, nem lehet, hogy mi van? A Csányi mondta. Az urat engedje, hogy ő nem... Oda tegye előre a demonstrálók, maradjanak itt. Hát az úr nem tudja az eseményeket. Maguk is hárman vannak oda bent. Így van. Hát azért biztos, hogy többen legyenek. No. Igen? Valami nem stimmel. Én meg nem megyek.
Mehetek önnel? Jó, szóval akkor van, akit beengedtek, van, akit nem. Én megkérlek, kérd meg a rendőrséget, hogy igazoltassák, és az adatai tegyék le a rendőrkapitányságra, mert te az egyenlő bánásmód hatóságnál eljárás kell kezdeményezni. Sérültek a jogait. Ők szerintem fogják kérni, hogy önök igazoltassák a biztonsági őrt, ugyanis jelen pillanatban sérti a jogukat. Majd ha kérik? Kérik, igen, én azért mondom, hogy valószínű, hogy ezt fog kérni. Igen. Kérjük, mert az a szituáció, hogy a férjem bement, engem nem engedtek ki, rácsukták a lábamra az ajtót. Nem engedtek ki? Nem engedtek be a férjem után. Ügyet szerettünk volna intézni, illetve szerettük volna kérdezni, hogyha a hitelt szerettük fölvenni, milyen kondíciók vannak. Mindegy, hogy miért, hát ügyet szerettük volna intézni. És az Attilával együtt szerettünk, hárman szerettünk volna bemenni. Szerettem volna segítségeket kérni. Kettőnket bejött, akkor nejemet meg már nem akarnak meg. Rácsukták a lábára, szóval jöttek érdezni. Nem, teljesen ügyetlenül. Ők már körülbelül fél órája elhagyták a demonstrációt, ugye azt jeleztem is. Tehát ők már nem a demonstráción vesznek részt. Ők ügyet szeretnének intézni egy magban. Ezekkel nem lehet beszélni. Igen, de először beengedték a férjemet az Attilával együtt. És lejelölte meg bevonulásával. Hát hogy nem engednek be a férjem után? Hát micsoda dolog ez? Ez az egyik. De én mondom, felhívtuk ez az egyik. És hogy lehet az, hogy kettő, ha elmegyek egy ügyetintézni, kell egy tanút. A bankoknak kell. Igen, mert a bankok biztosítanak két tanút, akkor hadd biztosítsak én két tanút. Ne legyen egy oldatlan dolog. Nem akarnak, ki kell tudni akkor. Nem is akarom fölvenni, egyet vagy te. Nagyon úgy tűnik, hogy a bank ki akarja oktatni a magyar rendőrséget jogból. Csak nem saját jogokat próbálok. Csak nem saját jogokat próbál kreálni a bank. Kíváncsi vagyok, mikor jelenik meg a magyar közlönybe, hogy egy bankban maximum két ember lehetne. És az egyik rendőr legyen. Nem csak rendőrrel lehet bemenni a bank. Meg egy ügyvéd, meg egy jogász. Igen, az jó lesz egyébként, mert a rendőri állománynak nőni fog a fizetése. Rengeteg túlóra pénz lesz. Állam az államban. A bank új törvényeket hoz Magyarországon. Szuper. Nagyon jó. A rendőrség igazoltatja a biztonsági őrt. Tehát, hogy sértette az érdekét az egyik ügyfélnek. Ez az. Szeretnék kérni az igazoltatást, hogy Igen. 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 Ig
Ez egy olyan jogintézmény, amely esetben mi önöket is kell, hogy igazoltassuk. Így van. Az adatok leadásra kerülnek a 6. kerületi kapitányságon, a kerületi kapitányságon, ezt 8 napon belül önök ígérhetik. Jó, az ellen, tehát az urak is kikérték az önök adatait, viszont megismerhetik ezzel azért cserébe. És akkor bemehetünk, hogyha önök leigazoltatnak? Ezt tisztázzuk a bankkal, ja, tehát én azt nem készítettem ki maga bemehessen a bankba, ezt majd mindjárt meg tudjuk vele beszélni. Jó? Az a kérdés, hogy az urakat igazoltatok, hogy a hölgyek igazoltassuk, és hogy... Igen, és hogy lesz egy kölcsös igazoltatás a teljesítés. Ez egy kölcsönös igazoltatás lesz. Come on, young man.